Advent, advent, kicsi gyertyai, először egy, aztán kettő, nagy három és négy. Az első gyertya robbanása a hit fényét hozza, a második szépsugár a remény dalolja, a harmadik a szeretet melegítőségi, a negyedik angyalok lényegét idézi. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya, olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Azt mondta az első. Én vagyok a békés ad az embereknek, képesek éjjelben tartani, azt hiszem elmagadni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölt panóc emlékeztetett, a hajnal fényesen üdvögül lánynak. A második azt mondta. Én vagyok a hit, de embert nem képen csak életben tartani, ad hiszem el fogok aludni. A következő pillanatban egy enyhe fogallat kioltott a lábot. Szomorúan kétszor a harmadik gyertya. Én vagyok a szeretet, az emberek nem törődnek velem, semmibe vesznek. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek, mikor meglátta a három kialudt gyertyát felkiáltott. Hát mit érti? Hiszen nem szeretett én, amiről neki. És elkeseredésével sírva fogad. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, ameddig nekem van lángom, hogy le tudjuk tölteni gyertyát, én vagyok a legjobb. A gyermek szeme felragyogott, megdagadta a még élő gyertyát, és lángjával újra életre keltette a többi. A remény szikrája ott éppen csupán rád egy új tanult, és a csinek csak gyerek, tovább tanult, lehet, hogy mesébe, lehet, hogy máshogy. Ég a gyertya!